19 ország, 64 versenyzője érkezett Hódmezővásárhelyre, arra a nemzetközi nyílt női teniszversenyre, amelyet a helyi teniszklub szervezett. A 25 ezer dolláros összdíjazású tornának holnap az elődöntője, vasárnap pedig a döntője lesz. A mérkőzések bárki számára elérhetőek, díjmentesen megtekinthetőek. Az idén már 5. alkalommal ad otthont rangos tenisztornának a Hódmezővásárhelyi Teniszklub. A mostani egyhetes mérkőzés sorozat fiatal résztvevői is a nemzetközi élvonalhoz tartoznak. Ez egy 25 ezer dolláros összdíjazású nemzetközi nyílt női teniszverseny. A világ számos országából érkeztek ismét Hódmezővásárhelyre, Venezuelából, Egyesült Államokból, Európa számos országából, de Ausztráliából is, sőt Új-Zélandról is nagyon sok játékos itt van. Ez a feltörekvő játékosoknak az excellencéje, így gyűjtik a pontokat, amivel később világranglistán előbbre kerülhetnek. Az elmúlt napok selejtezőiben a 6 magyar játékos közül egy sem jutott tovább, de a mezőny alig hanem legeredményesebb sportolója, a világranglista 120. helyén álló orosz Irina Kromacsova is kiesett sérülés miatt. Ennek ellenére igazán izgalmas párharcok várhatóak. A szervezők célja a nemzetközi tornák megrendezésével kettős. Egyrészt megszerettetni a helyi sportkedvelők közönséggel a teniszt, másrészt az utánpótláskorú játékosok inspirálása. Igen, a teniszszövetség az számít ránk, vidéki központnak tekinti Hódmezővásárhelyt. Mi igyekszünk is ebben minden szempontból maximálisan megfelelni ennek az elvárásnak. Fontosan fejlesztjük a klubot, ami támogatást kapunk, azt azonnal beépítjük, ami szükséges, megcsinálhatjuk, tehát megpróbáljuk minél magasabb nívon tartani a Hódmezővásárhelyt. Jó ez egyébként, ha ezek a versenyek idejönnek, nem csak a tenisznek jó, jó a városnak, ezek az élet, egy kicsit a vendéglátóhelyek is profitálnak ebből, a szállásadók is érzik azt, hogy újra és újra jönnek a teniszezők, tehát szerintem ez egy komplex dolog, amire nem csak a tenisznek, a teniszklubnak, hanem az egész városnak szüksége van. Erre az évre több verseny már nem tervez a helyi klub, de jövőre hasonlóan sűrű szezon szeretne Hernádi Gyula, a HTC elnöke.